Sziasztok, hackerek! Ez itt a Bátfai Hackszor Stream 471. adása, és ugye a ProGedge előadásnak a felütése. Ugye úgy látom, hogy egész szép számban jelen vagyunk. Ugye a katalógust is innen szoktam írni, úgyhogy arra figyeljetek, mert ezt néztük meg az elmúlt hetekben, hogy aki nem lát, tehát idejöttök a kis fejecskékre, ugye a felhasználók a chatben, és aki nem látja a nevét, az egyszer reloadolja a lapot, és akkor utána már látni fogja a nevét. Jó, tehát nyilván mindenki sok csatornát néz, és akkor azt vettük észre, hogy lehet, hogy már ezt nézi, meg kommentel is, de a chathez valahogy mégse írja a nevét, de aki reloadolta a lapot, azok azt írták vissza, hogy akkor utána már látszott a nevük itt. Jó, tehát ezt könnyen tudjátok magatok is ellenőrizni. Jó, tehát sziasztok, hackerek akkor. Hát imádjuk az írott formát, ugye az írott kultúra programozók vagyunk. Sziasztok, jó reggelt! Na szóval nem leszek hosszú, hanem csak egy kis áttekintést adok, mert tegnap volt egy tanszéki értekezlet, és ott szerintem már most eléggé összeállt a fél év, hogy fog kinézni. Ugye amúgy talán aktuális, hogy itt a Discord link, ugye? Aki még nincs benne a csoportban érdemes, most én is bejövök. És nézem, hogy kik vannak. Ugye, mert el akartam kezdeni már a laborok mellett is egy ilyen discordos kis csevegést. Nyilván egy olyan hátsó szándékról, hogy életszerűen majd ezt, aki a BHAX interjút nem meri, vagy nem tudja bevállalni, annak, ha a könyv fölött ugye amúgy is streamelek egy ilyet, és közben Discordon beszélgetünk, akkor azt megpróbálom elszámolni ilyen BHAX interjúnak. Mert nyilván már vannak úgyis képes interjúk is, úgyhogy talán ez bele fog férni. Na ki is próbálom, nem tudom, hogy CQ, CQ, VR2, GFU, hall valaki? De nem nagyon vagytok itt, úgy látom a Discordon még mindig. Jó, a lényeg, hogy Discordon is nyugodtan jöhetek, nyomhatjátok a szöveget, levettem, tehát a mobilról vagyok bent a Discordon, úgyhogy attól nyugodtan csinálhatjuk az adást, és akkor ugyanezt fogom csinálni a streameken is, akkor nézem a könyveket, hogy Discordon mellette beszélhetünk. Persze nyilván, aki akarja, hogy legyen nyoma, akkor azt kiteszem majd akár az élőadásra, és tudjuk rögzíteni. Jó, de akkor szaladjunk végig itt a felkészülésen. Jó, tehát akkor a Discordot érdemes jönni, a laborokon is próbáljuk meg, és mondom, az a hátsó szándékom ezzel, hogy életszerűen, ha valakinek úgyis ugye beszélgetünk a könyvéről és csetelünk, akkor akár kimegy az élőadásba, akár nem, de lesz nyoma, hogy akkor a Discordon is beszéltünk. Meg ugye vannak tanúk, ugye, tehát a proctoringot ezzel le tudjuk tudni, aki mondjuk nem meri a BHAX interjút beválni. Jó, tehát remélem, hogy akkor ez tiszta, hogy mert úgy látom, hogy ezek sok embernek hiányzik, nagyon kevesen csinálták még meg ezt, de ahogy mondtam, akkor nézem a könyvet, akár online, akár offline. A lényeg, hogyha mellette van egy kis Discord kommunikáció, ahol többen is vagyunk, ugye ezért bíztatok több embert, hogy lépjünk minél többen, akkor az rendben van, mint proctoring. Jó, tehát erre próbáltok figyelni. Jó, amit a múlt héten mondtam, ugye, hogy akkor egy adástérkép, hát ez technikailag tetszik, csak egyszer nem jutok odáig ugye a videógyártásba. Meg az is visszaveti ugye a lelkesedésemet, hogy már most megcsináltam körülbelül 90 videót ugye a vészhelyzetben. Ebből persze nyilván valami játék, tehát Valorant, meg nem tudom, nem minden, meg Clash of Clans, meg nem minden programozás, de azért zöme az. Viszont Linux alatt ugye a hangminőség azért két lépcsőbe javul, de az elsők, sőt még a 400 49 előttiek is mind nagyon, nagyon zajosak. Én nekem úgy ment a végighallgatásuk, hogy levettem a hangerőt, és elég halkan fülessel talán lehet hallgatni. Mert ugye ez azért fontos, mert ugye hétfőn is néztem át könyveket, ugye, és akkor a könyvekre eleve ajánlottam, hogy amit még hiányolok a megoldásból, az arra csináltam külön videót. Tehát emlékszel, kimondottam mondjuk az RS neurálisra, ugye most csináltam egy jó kis videót, és hát az elég zajos még, tehát mondom, de lehalkítva talán fel lehet használni. De már mindenkinek most megköszönném, hogy ennek ellenére azért sokan végig küzdötték, meg végig szenvedték ugye ezeket a vodokat. Most talán már Windows alatt ugye eleve jó volt a hang, de Linux alatt talán már most normalizálódott, tehát már most lehet ott is hallani talán rendesen. Nem olyan jó minőségben mindig, mint Windows alatt, de már lehet. Na és akkor a tegnapi értekezleten volt egy ilyen, hogy ez talán ismert volt eddig is, mert DKN utasításból kijött, hogy a gyakjegy, akinek kicsit megcsúszik a gyakjeggyel, annak akkor 3 hét lesz pótolni ugye a szorgalmi időszakban.
De mindenkit arra biztatnék, hogy ne éljünk ezzel a 3 héttel, aki csak teheti, ugye, azzal próbáljuk azt csinálni, hogy jövő hét péntekre zárjuk le teljesen a jegyeket, és akkor az a biztos szerintem, hogyha megcsináljuk időbe, de ahogy ugye itt az utasítás van, valaki megcsúszik, nyilván ez a 3 hét akkor rendelkezésre áll, hogy akár még a gyakjegyet tudjuk javítani, iterálni, pótolni. De én tényleg azt szeretném, hogy aki tényleg jól áll, most laborokon is mindenkit tételesen megnézek, ugye már a laboroknak a rendjében, és erre mondtam azt, hogy nagyon sok ember, én azt nem látom, de proctoring nincsen meg, szépen gyűlnek az első-második védések, de mondjuk ezekre is rátérünk tételesen. Jó, szóval továbbra is mindenkit arra biztatnék, hogy Renátóval is beszéltem a Facebookon, láthattátok a posztot, hogy ő is a jövő hét szerdáig akkor küldi, hogy kinek hanyas a labor része, aki egy megajánlást kér. Én meg akkor a maradék 2 napban megnézem az előadás részét, és akkor ott is péntekre igyekszek beírni akkor aki a kollégium egy megajánlást megnyerte, ugye annak a jegyét. Persze a Facebookon iteráljuk folyamatosan, stb. Jó, akkor nézzük a klasszikus korábbi pontjainkat. Ez a nulladik pont, ugye ez a plusz 3 hét volt. Az első pont ugye az önálló munka adminisztrációja, ez elég jól áll. Úgy láttam, hogy egész jól csináljátok. Amit kértem, hogy a laborok fülbe írjátok, hogy a kollokvium fülbe van vezetve, azt persze sokan nem tették meg, de mindegy, mert úgy is nézem automatikusan, hogyha egy névnél nem látok semmit a labornál, akkor megyek az előadásba és ott keresem. És akinek ott van töltve, azt úgy veszem, hogy akkor a kollokvium megállást célozta meg. Illetve még azon gondolkodok, hogy a most már a héten ugye lejárnak a határidők, tehát akkor már minden feladat bele kellett kezdeni, úgyhogy már elvileg lehet látni, hogy akkor a hányas lehet maximum ugye a szillabusz alapján. Ezt már nyugodtan beírhatjátok akkor, hogy hányas lehet. Sőt, még azt kérném, hogy vegyetek föl még egy oszlopot, és írjátok, hogy hányas szeretnék. Mert nyilván, aki a laborokon velem dolgozik, és tudom, hogy hányas szeretne, meg már jövő héten be is írom neki, majd már korábban is, annak nem gond, de akik el lesznek veszve a végén, ott engem most sokat tud segíteni, hogyha mondjuk nem tudok róla semmit, mert akár még beteg is lehet ugye itt a vírus időszakában, de hogyha ott van a dolgozata, meg látom, hogy hanyast kaphat maximum, hanyast szeretne, akkor akár úgy is tudom adminisztrálni valamennyire. Persze a proctoringot nyilván nem tudom megoldani, tehát valami értelme vagy kapcsolatba kell, hogy lépjen velem, de az annyival is előre vagyunk, hogyha lenne egy ilyen oszlop. De lehet majd én is felveszem, ha valaki nem teszi magaddig. Jó, repókat a héten akkor ugye elkezdtem nézni a laboroknak a logikájával, de majd tudom, hogy van egy globális poszt, és ott is elkezdem majd nézni őket. Tehát lehet, hogy hát ma is nézek valamennyit, de pénteken biztos, hogy ezt fogom csinálni egész nap. És úgy látom, hogy a héten, amiket néztem, repókat, azok mind validak voltak. Tehát úgy értem, a repókban levő XML-ek mind validak voltak. Aztán a BHAX videók, itt is sok a félreértés, mert nyilván ugye még amíg nem volt vírus, hát ilyen megalomán tervekkel indultunk, hogy minden feladat videó, stb. De ugye itt megint a BHAX videóknál, ugye csokronként életszerűen gondolkodjatok, nyilván minden csokorban van egy Red Flower Hell feladat. Akkor mondjuk a Red Flower Hellre a legtöbb hallgatóknak a kvalifikáció miatt, ugye mindenkinek van sok YouTube videója, és fogjátok, hogy a csokor videót elintézitek azt a kapcsolódó Red Flower Hell-es videóval. Ezzel mondjuk a videók nagy része ki van lőve a BHAX könyvbe. Vagy mondjuk az első-második védésre is ki lehet lőni egy csokrot, akinek mondjuk volt BHAX interjúra, mondjuk ez még kevés volt, ott az interjú linkjét adja meg mondjuk a csokor videóban. Tehát a csokor videó csak azt jelenti, hogy van egy link, ahol a csokorhoz kapcsolódóan mondjuk akár az egyetlen Red Flower Hell-es feladat is van. Jó, tehát ezt akkor értsük így, hogy ezt a 2.1-est már régen leredukáltuk erre ugye itt az élő felütésekbe. Jó, védés, ugye videók megjelennek, én akkor nézem őket, most egyet néztem meg, eddig ugye a héten, ott láttam egy kis bizonytalanságot, ott reagáltam is rá a Facebookon, ugye várom rá a választ, hallgató válaszol rá, mindenki boldog, készen van. Jó, tehát valami ilyesmire gondoljatok. Ugye itt vannak akkor a gyűjtőposztok, ide várom ezeket. Itt ugye ezek ilyen narrált és videók, kemes ugye kis videó. Aki nem akar ugye szerepelni, ugye mindig erre is figyelni kell, ugye a GDPR, meg a nem tudom mi miatt, nem vagyok jogász, azt ugye megoldhatjuk, ahogy mondtam, mindenki jelzi nekem, hogy a Teams-be menjünk át 1v1-be, és a Teams-be 1v1-be megoldjuk. De szerintem sokkal egyszerűbb így le tudni. Tehát fájdalommentesebb. Jó, aztán laborjegy, ugye ahogy mondtam akkor, hogy ezt már elkezdtem laborközönségenként nézni. Szerintem ez ennek tetszenek a dolgozatok, ugye láthatjátok, hogy élő adásban is ugye elkezdtem őket átnézni. Jó, tehát ezzel szerintem itt nem lesz gond. A kollokvium megállás meg ugyanaz, ugye, tehát ott se lesz gond. A proctoring kapcsán már, amit az előbb itt a Discord linknél mondtam, hogy nézem át a könyveket,
Ugye? és mellette Discordon beszélgetünk, én ha azt mondjuk felveszem magamnak fájban, hogyha valaki nem akarja nyíltan csinálni, vagy ha eleve online adásban csinálom, akkor nyilván a YouTube-ra kiexportálom, úgyhogy lesz nyoma. És akkor és ott a Discordon ugye többen vagyunk bent, ők a tanúk, tehát akkor ezt a proctoringot szerintem így fájdalommentesen úgy is letudhatjuk. Nyilván a legjobb szerintem az, ha a BHAX interjú képpel, de ugye van, aki nem csinált olyan pompás félő munkát, annyira nem büszke rá, nem tudja bemutatni, vagy nem akar szerepelni, annak ez a lehetőség szerintem nyitott, hogy akkor Discordon beszélgetünk közösségbe, többen bent vagyunk. Meg is nézem, hogy hogy alakul a Discord. Jó, tehát szerintem ez egy jó lehetőség lesz. Na mindegy, majd be fog ez indulni, hogyha a beszélgetés ott is be fog menni. Mondom, a Discordon akkor nincs rátéve ide a gépre, de az is megoldható persze, hogy akár rákeverem, de szerintem az bőven elég, hogyha a közösségben vagyunk, és itt én magamat rögzítem, és akkor ott a tanulók azok a többiek ott vannak. Jó, a lényeg, hogy a proctoring oszlopba is majd a megosztott doksiba egy ilyen oszlopot is csinálok, meg a laborokon is látok, hogy ugye tételesen kérdeztem a Facebookba, hogy felsoroltam, hogy első védés, második védés, proctoring, stb. Hanyas szeretné, hanyas kap az maximum. Jó, tehát a lényeg, hogy ezzel haladjunk. Látom, hogy jönnek kérdések, mindjárt rátérek a kérdésekre, csak még gyorsan a pontokon végigszaladok, és akkor a vizsgáról annyit tudok már, ez a vizsgakurzusokat is érinti, hogy ott is sok üzenetet kapok privátba. Azért, mert valaki vizsgakurzusos, már ugye hetek óta iteráljuk itt, hogy nyugodtan lehet jegymegállásban részt venni. Ugye most a héten nézem a labornak a ritmusába a megosztott doksit, és utána fogom nézni szerintem leghamarabb péntek délután a vizsgakurzusokat. Tehát akár még most is be lehet utólag pótolni ugye ott az adminisztrációt, és akkor részt lehet venni a jegymegajánlásba. Nyilván arra kell figyelni, hogy a jegymegajánlás jogát meg kell nyerni, ugye, vagy Red Flower Hell, vagy pontszámmal, de ugye most rengeteg pont ki van írva, meg ugye a Red Flower Hell még most is lehet ugye a Red Flower Hell 4-be ugye kvalifikálni, úgyhogy ott nyitott a pálya. Tehát mindenkit arra biztatnék, hogy továbbra is jegymegajánlásra menjen. Mert a vizsgáról azt lehet tudni, Neptunban láttatok, hogy meghirdettem a vizsgákat, már eleve nem tudtam csak online vizsgát hirdetni, ez most egy új opcióként jelent meg a Neptunban, nem is tudtam ugye más típus meghirdetni, meg hát nem is tehetem meg. És akkor a vizsgákról már kijött az ukász, hogy az Teams-be lesz, ilyen néhány ott leszünk a csoportba, és akkor ott ilyen 1v1, hát nem 1v1 lesz, mert ugye ott több hallgató is lesz, de a Teams-be akkor adom a feladatot. De az egy ilyen, gondolkodtam ezen, hogy legyen a vizsga, valószínűleg úgy lesz, hogy ugye a tételek kint lesznek a Facebookon, külön összegyűjtöm, hogy ne kutató munka kelljen hozzá, hogy mik a tételek. Ugye minden egyes előadás kísér egy előadás poszt, és az előadás posztban ott van a tematika, tulajdonképpen a tételnek a címe. De ezt majd külön összefoglalom, és mindenhova, minden egyes tematikus tételhez dobnék egy programot, egy forráskódot, hogy a Facebookon most elkezdjük iterálni és megbeszéljük. És úgy kéne jönni a vizsgára, itt a Teams-be vizsgázni, mert a Teams-be ugye ezt írogatják mindenhol, hogy ez ilyen azonnali. Tehát kérdezek és várom a választ. Ugye ez nem így szokott lenni a valóságban, mert amikor mi vizsgázunk ugye a szóbelin, akkor adom ugye a nagyon jó kell tudni részt, amire meg lehet bukni, valaki nem tudja, ott várok azonnali választ. És utána ugye a hallgató akár egy órát is elszöszmötölhet a programjával. Itt nyilván a Teams-be, ugye az online dolog, ez egy nem opció, úgyhogy egy forráskódot előbb megbeszélünk, és akkor azokból egy ilyen azonnali kérdés-válasz jellegű dolggal gondolnám a vizsgát elintézni egy-egybe a Teams-be. Jó? De mondom, itt még azért bizonytalan, még ezt sose csináltunk, úgyhogy én ezért javaslom mindenkinek inkább a kolokvium jegymegajánlást, mert az egy bejárt út, ugye jövő hét pénteken beírom a Neptunba, bepipálom, beírom, hogy megajánlott, hogy a hallgató meg elfogadja, és akkor mindenki boldog, és megvan a kolokvium. Na, a menetmenet majd a végén nézzük meg, akkor gyorsan megnézem, milyen kérdések jöttek. Az élő felütés, igen, mindig. Tehát ugye automatikusan történik meg ez. Tehát az élő adások azok automatikusan mennek nálam a YouTube-ra. Tehát azokat mindig megtaláljátok. Amit élőbe lement, az mindig ott van a YouTube-on is, persze. Oké. A proctoringért jár-e XP? Már azt mondja a Muskitos, hogy elfelejtettem. Muskitosnál neked szerintem, én úgy emlékszek, hogy neked a proctoringod az még a BHAX interjú volt. És a sima proctoringért, hogyha Discordon így beszélgetünk, megvédjük, azért így nem emlékszem, hogy pontot mondtunk volna, de a BHAX interjúként mindenképp mondtunk pontot. Kicsit keressünk már rá az UD Pro, a csoportba, de abban biztos vagyok, hogy a BHAX interjúért biztos, hogy pontot is adok.
Ha nem adtam még érte semmit, akkor egy 25-30 körül gondoltam, hogy adok, akkor annyit mindenképp adjunk, egy 30 pont szerintem a minimum. Már aki, mert ugye az ugye felkészült rá, vállalta, adásba ment, stb. Tehát 20 kitosznak írom, hogy aki a BHAX interjúval proktorált, annak igen. Aki csak úgy fog most proktorálni, hogy én magamat videózom, és közben a Discordon ugye a tanulók előtt beszélgetünk a könyvéről, azért nem adnék pontot. Jó? Így van, hogy írja is ez Edith Adri, hogy 30 XP volt. Na, akkor csak konzisztens vagyok magammal, mert én is most is annyit mondtam. 25-30, de aztán mentem felfelé. Oké, és oké. Aztán a Gyula kérdezi, hosszú Gyula kérdezi, hogy ha jegymegajánlásra hajtunk, Neptunon kell jelentkezni vizsgára. Hú, hát az ilyen kérdésekben sose tudok állást foglalni, mert a Neptunban nem vagyok egy ilyen bürokratikus atomhacker, de ezt a TO-tól is érdemes megkérdezni. De én szerintem ez úgy van, legalábbis eddig úgy szokott lenni, hogy én ezért szoktam figyelni a szorgalmi időszak utolsó napjára, a péntekre, mert akkor én, amikor írom be a Neptunba, akkor nekem van ott egy oszlop, hogy bepipálom, hogy megajánlott jegy. És akkor, még, hát hallgatóként ezt nem láttam, milyen a hallgatói felület, de gondolom a hallgató meg kap egy ilyen valami üzenetet, vagy nem tudom mi, mert azt a hallgatók szoktak, én azt látom a Neptunban, hogy a hallgató elfogadja el, vagy nem, amit én felajánlottam neki. Úgyhogy én szerintem ebben az esetben a Neptunon nem kell vizsgára jelentkezni, mert ha elfogadja valaki jegyet. Ha nem fogadja el, akkor nyilván kell neki vizsgára jelentkezni, és akkor kell neki jönni vizsgázni. De hát nyilván, hogyha te jegy megajánlásra hajtasz, akkor szerintem ez olyan, hogy én még a utolsó héten bepipálom. Olyat még nem csináltam, hogy jegy megajánlást adtam volna már a vizsgai időszakban. Mert ki tudja a Neptun erre, hogy reagálni. Ezért mondom azt nektek, hogy lehet, hogy aki tuti biztosra akar menni, az próbálja betartani a határidőket, akkor biztos nem lesz gond, mert ezt évek óta csináljuk így, hogy a utolsó héten akinek megvan a jegymegajánlás, annak a Neptunba beírom ezzel a megajánlott jegypipával, a hallgató elfogadja, és akkor azzal még sose volt gonda a jegymegajánlással. De még soha csináltam úgy, hogy ebbe a plusz, bónusz 3 hétbe, stb. Vagy. Tehát azt még nem csináltam. A vizsgákra mikor túl lehet jelentkezni? Hát ez megint én fogalmam sincsen. Remélem látjátok, amit kiírtam vizsgákat. Én kiírtam egy jó nagy csokrot. Ugye, azt hiszem talán maximum 8 fősekre írtam ki, amit még talán le tudunk kezelni a Teams-be. Mert úgy láttam, hogy csak mint a 4 videóképet tudna egyszerre beadni, szóval annyira nem volt elegáns, de vagy lehet, hogy akkor de 4 fős vizsgákat, meg ugye, ha meg kell hirdetnem a létszámnak a nem tudom 150%-ára 4 fővel, akkor ugye az végtelen sok vizsgát jelentene. Tehát azért írtam be a 8-at. Azt mondja, hogy Osztó Zsombor kérdezi, hogy az RFH 4 CPP kódos kvalifikációért el lehet-e számolni a korábban kiírt 128 XP-t? Már még ne lehetne elszámolni. Itt nem tudom, ez kapcsolatosan azzal a kérdés, hogy valaki kérdezte, hogy ő mind a hard meg a soft ligára is jelentkezne Python és C++ kóddal. Nem tudom, ez azzal kapcsolatosan, hogy te voltál-e. Ugye neki azt írtam, hogy nyilván akkor ezt úgy kell elszámolni additívan, mint hogyha 4 ember jelentkezne, egyik egy Pythonos kóddal a hardra, egy C++ kóddal a hardra, egy Pythonos kóddal a softra, meg egy C++ kóddal a softra. Az azt jelenti, hogy nyilván ott kap érte pontokat, attól függ, hogy most nem tudom, hogy van-e ott még olyan finomítás, hogy éppen mennyi virágot ért el, de a lényeg, hogy ha valaki ezt egymaga csinálja meg, akkor ugyanannyi pontot kell kapnia, mint a 4 ember külön. Jó, tehát ez 4-szerezi a pontot igazából akkor. Azt mondja, Mentol 555 kérdezi, hogy fogjuk esetleg tudni, hogy mikor jön sorra a mi könyvünk, hogy tudjuk, mikor legyünk Discordon. Ez amúgy egy magánlásra is vonatkozik kérdővel. Ezt csinálhatjuk úgy persze, hogy általában, amikor én elkezdem, én a Facebookon mindig ráírok személyesen, akik, mert ugye ti írtátok, hogy, tehát aki írta azt, hogy akár csináltam egyenes adásba is, azt úgy nyilván akkor van értelme, ha ő is ott van. Tehát ezt úgy meg szoktam vele előre beszélni. Hogyha így nincsen odaírva, hogy mehet ki nyíltan, akkor is privátban ráírok, hogy most nézem, meg a Facebookon mellette úgyis mindig kommunikálunk, és akkor a Discordra be tudtok jönni, persze, persze. Azt mondja, hogy megajánlott egy elfogadása csak akkor lehetséges, ha nincs érvényes vizsgajelentkezés. Hát akkor erre figyeljetek, akkor ne jelentkezzetek arra a vizsgára. Mentés után nem lesz lehetőség változtatásra, most olvasom a Neptunon. Akkor valószínűleg nem kell. Én is ezt mondtam, hogy szerintem se kell, mert az még ma előtte lezavarjuk. És tehát én mindig erre figyeltem, hogy utolsó héten beírtam a jegymegajánlást, és mert mindig féltem, mert ugye ez ilyen háttérinfo, hogy pici nyomás rajtam volt azért, hogy ne adjak megajánlott jegyeket, de nekem technikai okai voltak.
És mindig féltem, hogy a Neptunban nem csukják be ennek a lehetőségét, tehát én ezért szoktam az utolsó hétre figyelni, de most nem hiszem, most ugye másabb ez a koronavírus miatti helyzet miatt itt most lehet, hogy kinyitják a Neptunt, lehet, úgy hallottam, hogy augusztus végéig talán, de én erre mondom nektek, hogy hát rád is úgy emlékszek a hosszú Gyula, hogy te nagyon jó áll szerintem, tehát ha tudod tartani a határidőt, akkor szerintem ezt jövő hét péntekre mindenképpen lezárjuk. Az előadás részvételi is jár XP, így van, ugye? Szerintem már, hogy 3 hete megszavaztuk, hogy nem is 3, hanem 6. A könyvből hány előadás feladatot lehet kihagyni, ahhoz, hogy egy megajánlást kaphassunk? Admadmának írom, hogy ugye ez picit máshogy van, mert a jegymegajánlást, hogy kaphassatok, ehhez ki kell vívni a jogot, ugye, vagy a szillabuszt olvassátok, ugye fönn van téve az Arató Info, ide, ott a honlapomra, ugye a BHAX UD-prokban, és de a Facebookon elküldöm a linket, ha nincsen meg, ugye ki van téve a szillabusz, az előadások, tehát összeraktam mindent, ugye még a koronavírus helyzet elején csináltam ezt a könyvtárat, hogy minden egy helyen legyen. És a szillabuszból szépen le van írva, hogy ugye hány feladatot lehet elpasszolni ahhoz, hogy hanyas kaphassak. Itt most fejből meg nem mondom. De a lényeg, hogy maga a jegymegajánlásnak a lehetősége az vagy 100 XP, vagy pedig a Red Fover Hellen, ugye a kiírásokban voltak ilyen bónuszok, hogy jegymegajánlási lehetőséget lehet nyerni akkor, hogyha ennyi virággal kvalifikáltál, meg nem tudom mit. Ezeket a Facebook posztokban nagyon pontosan leírtuk, hogy mire lehet elnyerni a jegymegajánlásnak a lehetőségét. De Kuborka írja is, hogy a szillabuszba le van írva. Így van, tehát a Kuborkát meg tudom erősíteni, így van, a szillabuszba ez le van írva. Aztán UD Flór egy kérdezi, hogy aki Renátónál van laboron, de kolokvium egy megajánlást szeretne, az ő könyvére is fog menni a proktoring itt a tanár úrnál. Ugye ezt megbeszéltük a Facebookon, láthattátok, hogy Renátó is mondta, hogy próbálja tartani ő is a jövő szerdát. Ugye azt beszéltük meg, hogy nyilván aki már Renátónál megproktorálta ugye a laborjegyet, azt én már minek, azt nyilván nem fogom újra proktorálni, ez természetes persze. Tehát Renátó ugye szerdán ad egy listát nekem, hogy ő hanyast adott a gyakorlati részre, de a Facebook posztot olvassátok, ott pontosan leírtuk, és akkor én meg ugye a plusz feladatokat nézem, ami az előadásnak a csokrához van ugye, tehát ami ugye a labor témán túlmegy, ugye azokat a plusz feladatokat, és arra adok egy jegyet. És ugye még azt is megbeszéltük, hogyha esetleg én valami miatt nem adnék olyan jó jegyet, mint Renátó adott a laborra, mert azokra a feladatokra, akkor Renátó nyilván beírja jobbat a laborjegynek, én meg akár egy rosszabbat írok be a kolokvium jegymegajánlásba, de ez csak egy opció volt, de a lényeg, hogy erre emlékszek, hogy ott elég finoman leírtuk a Facebook poszton. Oké, és oké, és akkor a mentor 5-5-5 ugye beírta, hogy akkor mennyit lehet elpasszolni, így van, így van, így van. Hát mondom, hogy most meg nem mondom fejbe, ezt gondolom az izéből van az aktuális szillabuszból. Ott ugye fél év elején finomítottuk ki ezeket a számokat, hogy mennyit lehet elpasszolni. Oké, srácok, egyébként akkor átérnénk a menetrendre, ugye a mai mókára, akkor folytatjuk ugye tehát a laboron, ugye a laborok már lementek, úgy értem, hogy már volt hétfő meg kedden, tehát laboron akkor van egy kis covides, ugye emlékeztek, hogy itt az ívlempeles dologgal találtunk egy érdekes dolgot, itt a 460-as vodban ugye erről lesz szó. Itt a lényeg, hogy ezek már mind 460 fölötti vodok, tehát aki megijed tőle, hogy megint borzasztó lesz a hang, hiába, hogy Linux alatt vagyunk, nem olyan jó, mint Windows alatt, de azt mondják már sokan, hogy ez már tényleg lehet azért élvezni, tehát remélem, hogy fogjátok tényleg élvezni ezeket a vodokat. Az 59-es is talán már jó, ott ugye annyi, hogy az én kvalifikáció mutatja be ugye meg a Nandi Fighter-ét, ugye közösen kvalifikáltunk Nandi pajtással ugye a Red Fover Hell 4-re. Ennek az a poénja, hogy a GitHubon, ugye a Red Fover Hell-es GitHubon föl van téve a forráskód, valaki ezzel, ha jön, ugye ez potya XP, mert ezzel a kóddal 3 futásból egyszer 5-öt csinál, videóra megcsinálod, megvan a csokor videód, a BX könyvben, megvan a kvalifikációs videód, rengeteg XP és még kvalifikáltál is a versenyre. Jó, ez ennyiből érdekes, és aztán pedig a neurális paradigmánál, akinek TensorFlow 2-es van, annak két sort beír ugye a forráskódja elejére, ezzel foglalkozik ez a mod. Ez egy 40 perc és a 463-os kit hosszabb, egy elég jó intuitív bevezető ugye a számítási gráfnak az építésébe. Az előadáson pedig ugye ez a mostan a 471-es, tehát ugye kérdezte valaki, hogy akkor fog a YouTube-ra kimenni, persze 471-es lesz ez az adás, ugye amit a YouTube-on megtaláltok kiexportálva. És aztán ugye az előadásnak ezt a két vodját levetítem újra a laboron, jó, tehát a neurális paradigmát, és a laboron, vagy az előadás vodok között, itt a harmadik, ez újdonság, ezt tegnap este csináltam, ugye itt az lesz, hogy,
hogy nem csak azzal a két, itt a 465-ben ugye két sorral megpecseljük ezt a forrást, hogy kompatibilis a TensorFlow 1-essel. Persze mindenkit arra biztatnék, hogy TensorFlow 1-2-t ugyanúgy tegye fel a gépére, és akkor mind a kettőt tudja élvezni. De akkor a 465-ben mutatom azt a két sort, amivel a 463 a TensorFlow 2-esek is tudják simán csinálni. A 469 viszont már az benne a poén, hogy a TensorFlow 2-esek a TensorFlow 2-es logikájával from scratch átírjuk a 463-asba kifejlesztett regressziós forráskódot. Jó, tehát szerintem izgalmas lesz. Nem tudom, úgy látom, további kérdés sincsen. Oké, úgyhogy akkor azt kérném, hogy maradjatok a csatornán. Időben úgy vagyunk, hogy ugye fél óra eltelt ezzel. A vodok azok körülbelül egy olyan egy órásak ezek. És a labor lesz kicsit hosszabb, mert ugye ott picit több lesz, ugye plusz két videóval több lesz. Úgyhogy mindenki maradjon, azt gondolom, hogy lehet majd élvezni, mondom, a hang miatt már ezek nem lesznek olyan hallgathatatlanok ezek a vodok. Úgyhogy akkor én most elköszönnék, és egy perc, és indulnak ugye az újrafutási sor, és akkor hallgathatjátok ugye akkor az előadásnak az anyagait. Jó, akkor köszönöm a figyelmetekre, akkor még egyszer pillantok a chatre, úgy látom nincs kérdés, úgyhogy akkor sziasztok, akkor elköszönök, és jövök konzervből.